Megkezdődhet a strandszezon. Erre az április 30-án megjelent kormányrendelet értelmében kerülhet sor. Mielőtt azonban valóban élvezhetnénk a fürdőzést, a strandok és fürdők vezetőinek a létesítmények megnyitásához elengedhetetlen engedélyeket kell beszerezniük. Miután a korlátozások jó részét lazították vagy feloldották, mostantól vidéken például a fürdők is nyithatnak már és fogadhatnak vendégeket. A Bereki strandon a tervek szerint jövő héten nyithatnak kaput, azonban a fürdővezetője arról tájékoztatta a Karcag TV-t, hogy megvárják, hogy a részletek is kiderüljenek. Múlt héti bejelentés után várjuk, hogy a kormányrendelethez egy olyan kiegészítés készüljön, ami a feltételeket hogyan kell biztosítani a fürdőzés, milyen feltételeit kell biztosítani, mert jelenleg ugye a 37/1997-es rendelet szerint kellene mennünk, de az ugye egy normál állapotra vonatkozó, fürdőkre vonatkozó előírás, és ma ugye nem ezt a világot éljük, tehát itt sok kérdés merül föl, a befogadó képességünk mennyi lehet, a higiéniai elírások, milyen higiéniai elírásokat kell betartani. Nem is tudom megmondani, hogy körülbelül hány fajta kérdés vetődik fel az emberbe, a korosztályok összetétele, honnan jön a vendég, honnan fogadhatom? Nyilván, ha most a jelenlegi korlátozások vannak igénybe, akkor Pest megyéről például vendégeket nem fogadhatunk. Jövő hét közepe végére remélem, hogy addigra ezek a részletszabályozások megjelennek, és tisztában leszünk, hogy milyen feltételekkel lehet a fürdőt megnyitni. Most a karbantartási munkálatok folynak. Lépcsőzetesen gondoltuk, vagy gondoltam én a megnyitást, mégpedig ugye egyszerre 4 gyógymedencét, és ha a jogszabály kötelezővé teszi, akkor nyilván ki tudom jelölni azt, hogy melyik medencében melyik korosztály fürödjön, azonos hőfok, azonos összetételű gyógyvízbe. Tehát ezt meg tudjuk oldani. Folynak a karbantartások, folynak olyan munkálatok, ami nem annyira szükségszerű volt, de mindig tolt az ember egy picit, hogy majd, na most van idő ezeket mind megcsinálni. Minden utcabútort lefestünk, minden szálláshely, faházat lefestünk, bejárat és környékét most úgy lefestettük, hogy talán újkorában volt utoljára ilyen, tehát nagyon sok ilyen a szokásos medence felújításon kívül nagyon sok ilyen munkálatok el tudtunk végezni. A munkavégzés alatt ügyelnek a fertőzés megelőzésére, terjedésére. Meg kell még ismerniük a szabadtéri fürdőegységek üzemeltetésének esetlegesen megváltozott szakhatósági feltételeit.